Van igény irodalmi és művészeti szalonra, ez derült ki tegnap délután a Makói Könyvtárban. A szalonban környékbeli szerzők kapnak lehetőséget műveik felolvasására, szerdán második alkalommal nyitotta meg kapuit. A lényege az interaktivitáson van, olyanokat várunk ebbe a szalomba, akik maguk is írnak költeményeket, esetleg novellákat, nekik adunk teret, bemutatkozhatnak, és itt olyan közönség előtt kapnak bírálatot, vagy olyan közönségtől kapnak bírálatot, akik maguk is hasonlóan alkotnak, vagy legalábbis nagyon érdeklődnek a szép irodalom iránt. Ez a rendezvény minden hónap utolsó szerdáján van. Első alkalommal Rozsnya János volt a vendégünk, akinek nemrég jelent meg a kalandregénye. Én úgy értékelném, hogy váratlanul nagy sikere volt, többen voltak, mint személy szerint én gondoltam. Úgy tűnik, hogy erre van kereslet, érdeklődés a város lakóiban, és örömmel állapítottam meg, hogy a szép irodalomnak még igenis van tere Makón. A szerveződés az egy több hónapos folyamat volt. Igazából nem az én érdemem, ez Fákja Mártának az érdeme, aki ezt a szalonnak a ötletét kitalálta, megszervezi. A könyvtár a helyet biztosítja a szalonnak. A mai vendégünk Janáki Marianna lesz, akit Makón sokan ismernek. Janáki Marian olyan korábban megjelent műveit hozta el, amelyek az Élet és Irodalomban és a Tiszatájban jelentek meg. Ezek magán jellegű történetek, bár 90%-uk kitaláció. Összesen 5 darab művet olvasott fel. Hoztam 2 rövid prózát, azok a Tiszatájban jelentek meg szeptemberben, és hoztam egy rövid verset, amelyik a Műútban jelent meg, hoztam egy hosszabb verset, amely még nem jelent meg sehol, de nagyon szeretném, már elküldtem, és egy középhosszúságú verset, amelyik a Szegedtől Szegedig antológiában jelent meg 2010-ben, tehát ezek az utóbbi 3 év terméseiből vannak. Egyébként 6 éve írok. A családi körülményeimben történő változások indították el bennem az úgymond ihletet, és túl sok szabadidőm lett, és akkor ez egy nagyon jó hobbi. Most már talán nem az, nem csak hobbi. A szerző tanárként dolgozik a Návai Szakképző Iskolában, ez számára előnyt jelentett az íráshoz. Elég sok mindent olvastam már arról, hogy akkor lehet igazán jókat írni, hogyha az ember rengeteget olvas. Eddig magyar szakosként is sokat olvastam, és most az utóbbi években elsősorban napjaink prózáját, mind világirodalmi szinten, mind a magyar kortárs szerzőket, és ez segít abban, hogy az ember írni tudjon. Van itt egy-két olyan hölgy, én már a nőklubban egyszer felolvastam nem régen, és ők mondta itt a közösségnek, hogy engem hívjanak meg, mert ő neki akkor tetszettek, amiket felolvastam. És egy valakit hívtam meg, én személy szerint nem nagyon propagáltam az iskolában sem, mert tudom, hogy a kollégáknak nincs ideje, és az meg kellemetlen, ha meghívok valakit, és nem tud eljönni.